Nagyon nehezen vettem rá magamat, hogy vlogoljak, nem az én stílusomnak tartottam, de barátaim és egyéb tanácsadók unszolására mégis elkezdtem tanulmányozni azt, hogy ez a stílus mit takar és mit lehet ebből kihozni. Végül nagyon megszerettem, és most itt vagyok a 100. vlognál. Azt még nem tudom, hogy ez a videó pontosan miről fog szólni, és hogy fogom befejezni. Egyébként a 100-as szám az csak az ilyen típusú bejegyzéseket illeti. Rengeteg több száz filmet csináltam, és több száz filmet forgattam. Jelenleg 500-nál tartunk, 200 publikálatlan videó van még, amit a videótáron sem publikáltunk, és a videótáron ott van rengeteg más videó. De térjünk vissza a vlogokra, és térjünk vissza oda, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Mindenki másképp tanul az életben, mindenkinek nagyon érdekes ez az egész folyamat. Maga a tanulás egy érdekes folyamat. Tanulmányozom azt, hogy az emberek hogyan tanulnak, hogyan kapnak információt, hogyan adják át. Saját magamat is tanulmányozom, és ez alapján rájöttem sok mindenre, például arra, hogy különböző típusú emberek vannak. Persze ez nem egy nagy dolog, hogy ilyenre rájön az ember, de valahogy a tanulás során lehet kategorizálni azt, hogy ki milyen típus. Ki az, aki üzletember, ki az, aki inkább hétköznapi ember, ki az, aki családos ember, kinek milyen életútja van, ki az, aki tanár, tanító, stb. Érdekes a vloggerek között is, ahogy néztem őket, hogy ott is különbözőek vannak, és nem mindegy, hogy kitől tanulunk, ezért nagy kérdés, hogy az életben kitől és hogyan tanuljunk egyáltalán. Senkitől sem lehet megtanulni mindent. Olyan ember nincsen, hogy mindent át tud adni neked. Át tudja adni a teljes életét, át tudja adni az ismereteit, vagy még azt is át tudja adni, amit ő nem tud csinálni, mégis nagyon jól rá tud vezetni téged. Alapvetően 7 fajta tanártípust lehet megkülönböztetni, és ez nem olyan, hogy magas, alacsony, szőke vagy barna, hanem az igazi kategorizálásban például van olyan, hogy abszak vagy abszurd, tehát van olyan tanár is, aki csak negatív dolgokat mutat meg, és mégis rengeteget lehet tőle tanulni. Na, ilyen módon az emberiségben ezek a kategóriák megvannak, ezt még Boris Zolotov állította föl, ezeket a kategória rendszereket, és sajnos nem értettem akkor, amikor elmondta pontosan a szavakat, hogy melyik mit jelent. Egy példája szerinti részt megjegyeztem belőle, és a saját életemben megjelent sokféle, például az abszurd is, de van olyan, hogy anonim, és az anonimra adott egy példát. Az anonim tanár az, amelyik teljesen annyira önállóan tanít, hogy még csak a jelenléte sem kell ahhoz, hogy tanuljanak tőle, sőt nem is kell mondjon semmit ahhoz, hogy tanuljanak tőle. Ő egyszerűen létezik, és ennek a legkülönlegesebb változata az abszolút anonim, aki tényleg nincs jelen, és még akkor is tanít. Na, kicsit lapozzunk, mert ez nagyon bonyolult. Nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ahogy felfedezem az emberekben azokat az információkat, amelyek igazán értékesek, tehát azt keresem bennük, ami értékes, és nem azt, ami nem értékes, úgy bárkitől képes vagyok tanulni. Én egész életemben mindenkitől tanultam, és itt felsorolhatnék néhány embert például. Rögtön kezdjük a családommal, hogy tőlük mennyi mindent kaptam az életben, ahhoz, hogy ma az legyek, aki vagyok, vagy a jövőben, aki lehetek. Szóval ott van például Emesétől egész életemben rengeteget kaptam, de nem tudom leszűkíteni különböző témákra ezt az egészet, mert valahogy komplexen együtt voltunk, és így átitatott az életével engem, és ebből merítettem. Ott vannak például a gyerekeim, akiktől nem csak azt kaptam, amit egy apa érezhet, hanem ahogy ők megszülettek, ahogy velük találkoztam mind a 3 gyermekemmel, rögtön rengeteg tudást hoztak magukkal, és ezek az információk, amelyek tőlük származnak, nem beszélgetve, hanem
már születésüktől fogva, vagy ők másról beszélve adtak át információt, tehát egyfajta ilyen asszociatív módon megértve őket. Ezek alapjait képezték a jövőnek egy oktatásának, tehát azt, amit utána elkezdtem csinálni, és a jelenlegi helyzet kialakulásához is az vezetett, amilyen információkat hoztak, tehát amiket most tudok tanítani az embereknek, ezeknek az alapjaiban benne vannak ők is, amit az életükkel átadtak nekem. Ezek konkrét tudások, amelyeket nem konkrétan mondunk el egymásnak, hanem egyszerűen csak ott vannak, léteznek, és ha te érzed őket, akkor megkapod ezeket az ismereteket. Ott vannak a gyerekkori barátok. Ott van például Gáspár István és Ocskai Gyula, akik gyerekkoromnak a meghatározó részei voltak, és mind a kettő két különböző típusú ember volt, és Istvánnal egyfajta fejlődésen tudtam átmenni, Gyulával meg egy teljesen másik, ő volt az intellektuális oldal, ő nagyon olvasott volt, 500 oldalt egy nap alatt kiolvasott, még általános iskolás korában alsó tagozatos volt, és az ő fantáziájával nagyon sokat tudtunk játszani Istvánnal, főleg rúgtuk a labdát, és bicajoztunk, rohangáztunk, fáramáztunk, de ezt mind együtt hárman is megtettük, szóval színes volt a csapat, még akkor is, ha csak hárman voltunk benne, és persze mindig bandáztunk, tehát mindig sokan. Ott van például Tatika Béla, már későbbiekben ő egy fantasztikus ember, egy egyszerű ember, akit egy abszolút embernek tudok tekinteni, és az ifjúkoromnak az irányai azok nagy mértékben függtek attól, hogy én vele barátkoztam. Annak ellenére, hogy akkor, amikor édesapám kinézett az ablakon a lakótelepen, amikor oda költöztünk, akkor azt mondta, hogy azzal két gyerekkel te nem találkozhatsz. Na hát ebből volt az egyik a Béla, a másik a Bandi, a kővári Bandi, aki gyerekkoromtól végigkísér, és gyerekkori barátom jelenleg is. Bár keveset beszélgetünk, de mégis meghatározó volt az, hogy milyen felnőtt leszek. Az, ahogy mi barátkoztunk, ahogy együtt voltunk és együtt csináltunk, próbáltunk ki mindenféle jót és rosszat, az önmagában befolyásolja azt, hogy önmagában hatással van arra, hogy az ember majd milyen életet fog élni. Tehát sokat tanulunk a barátainktól, és nem utolsó sorban ott van Gattyán György is, aki szintén gyerekkori barátom. Rengeteg időt töltöttünk együtt, nagyon messzire mentünk, valahonnan elindultunk, és nagyon messzire kerültünk. Mindegy az, hogy az emberek mit ismernek rólunk, van ennek egy személyes oldala is, ennek az egésznek, és én most erről beszélek inkább. Tehát meghatározó az életemben az, hogy kikkel barátkoztam, és kik vettek körül, és még sok embert és sok nevet említetnék, ezek voltak azok, akik az életemben hosszú távon velem voltak, és szoros kapcsolatban. És itt van most például Molnár Miléna is, aki rengeteg időt együtt töltünk, nagyon sokat segít, és van egy olyan közös világunk, amit még azért nem igazán ért senki, az is lehet, hogy még ő sem teljesen, és ebben a világban sok fantasztikus dolog van, és nem szűkülök rá arra a részre, amit látnak bennünk az emberek, hanem olyan dolgokról beszélek, amit nem látnak, hanem mondjuk lehet, hogy csak én látok, és ő is érez, vagy ő is lát. Az utóbbi években főleg a YouTube-ot böngésztem, mondhatnám a Facebookot is, de a Facebook az egy olyan ganai tartály, amiben nagyon nehéz az aranyat kiszedni. És a YouTube az sokkal jobb, elkezdesz követni egy-egy valakit, és attól konkrétan tudsz tanulni. Na, ilyen volt, amikor a vlogot elkezdtem tanulmányozni, hogy ki mit csinál és hogyan beszél. Casey Neistattal találkoztam talán legelőször a YouTube-on, akit elkezdtem úgy követni, hogy tanulmányozom, hogy mit csinál. Fantasztikus figura. Most mindenkiről persze úgy beszélek, hogy nem ismerem emberileg őket, hanem a munkásságukat amennyire látom és amennyire ismerem, amit hozzá tudtak adni értéket az én életemhez, erről tudok beszélni. Nem mindenkit követek folyamatosan, sőt nem követek folyamatosan senkit, hanem időszakonként tanulmányozom azt, hogy mit csinálnak és hogyan csinálnak. Ilyen Peter McKinnon,
aki a fotózásával, videózásával hozott egy olyan új mércét, amit elkezdtem követni, vagy ott van Meti Hopolya, a barátja, akitől szintén nagyon sok információt kapok, és még sorolhatnék egy csomó nevet is, hogyha fel tudnám sorolni a nevüket, de általában ezeket nem jegyzem meg, és van egy kb. 15-20 ember, akinek nézem a videóit. Nézek olyan videókat is, amelyek negatívok, amelyekből a rossz dolgokat lehet nézni, hogy na, ilyet nem szabad csinálni, vagy így nem kell csinálni, és hogyan kéne másképp csinálni ezt az egészet. Ezeket nyilván most nem sorolom föl, ezeket az embereket, nem érdemes, csak azzal foglalkozunk, ami jó. Sokan feltették a kérdéseket, hogy honnan vannak az információim, és mi az, amit tanultam az életben. Aki még nem olvasta a könyvemet, az olvassa el, de annyit el lehet árulni, hogy én elektronikai műszerész voltam, és ehhez nem értek egyáltalán. Tehát az iskolában nem nagyon tanultam, könyvet nem olvastam soha, semmilyen könyvet nem olvastam, talán 5 könyvet elolvastam egész életemben, és ebben benne van a sajátom, hogy visszaellenőrizem, hogy mi volt odaírva. És az információim az inkább Boris Zolotovhoz köthetőek, azt is úgy, hogy én nem beszélem az orosz nyelvet, de ő oroszul tanított engem 20-sok éven keresztül, és az információm valahogy úgy fogalmazhatnám, hogy a levegőből van, és onnan értem meg azt, hogy az élet milyen és a világ hogyan épül föl egyfajta rendszerelméleten keresztül, ami folyamatosan változik, tehát nincsen fix pontja. Ezért nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi az az EOS, Lengyel Sándor mi az, amit tanít, honnan van a tudása, van-e egyetemi végzettsége, ezt nem nehéz megállapítani, nincsen. Egyáltalán nem olvastam trénerektől, nem tanultam üzletemberektől. Természetesen annak idején, amikor én is ügynökösködtem, akkor nyomták a kezembe Brian Tracy-t, Dale Carnegie-t, mit tudom én kiket, nem is tudom, hogy jegyeztem meg ezeket a neveket. És ezeket egyiket sem olvastam el, egyik sem érdekelt. Az a helyzet, hogy manapság megnéztem Szabó Pétert is, de nem az érdekelt, hogy mit mondott, hanem ő fölépített valamit, és mindegy, hogy hogyan építette föl. Ezt azért mi nem látjuk innen kívülről, de az tény, hogy valamit el tudott érni, és ez nagyon nagy érték, hogyha valaki a sorok között olvas. Természetesen nem az a lényeg, hogy most ki mit mond, mert bárki, akit felsoroltam, sem a mondani valója, sem az, ahogy csinálja, az nem kompatibilis velem. Nem tudom az én életemre alkalmazni ezeket a dolgokat, és nekem teljesen más úton kellett járnom, és teljesen más úton is járok. Ettől függetlenül bárkinek köszönhetet mondhatnék, mert, és köszönetet is mondok most így a 100. vlogban, hogy ez is elkészülhetett, mert bárkivel, akivel találkozom, attól én tanulok. Az összes tanítványomtól tanultam. Szerintem egy nagyon téves hozzáállás egy-egy embertől, aki azt mondja, hogy ha ő tanít valakit, akkor ő abból nem fog tanulni, és neki nála okosabb embertől kell csak tanulnia. Boris Zolotov ott mondhatnám az egyetlen tanáromnak és tanítómnak. Mindenki mástól ellestem dolgokat, sosem utánoztam őket, tehát semmilyen tradicionális tanulási folyamat nem jött létre, mert annak az utánzás az egyik első lépcsőfoka. És Boris Zolotov az, aki olyan világot tudott nekem elém tárni, amiben én megtaláltam saját magamat, és nagyon érdekes, hogy más ugyanígy megtalálta saját magát, és ezen az úton tudtam végigmenni, és a mai napig is ezen haladok tovább, az utolsó szavaival élve, és folytatom a munkámat, és ehhez tartom, hogy mi volt az utolsó szó, ez most maradjon titok, mindenki tudta, ő is tudta, én is tudtam, hogy ő el fog menni, és ez az utolsó pillanat, hogy mi beszélgetünk, és nem arról beszéltünk, hogy hello, szevasz, nem találkozunk, hanem egyszerűen nem zártuk le a feladatainkat és a munkánkat, és egy utolsó feladat, kiosztás és instrukcióval tulajdonképpen útnak engedett engem, és ő meg elindult egy teljesen másik irányba, oda, hova egyelőre én most nem követem. Tehát ő az egyetlen tanítom és tanárom.
Nagy kérdés az, hogy ki kitől tanuljon. Az én javaslatom az, hogy mindenkitől tanulni kell, de mindenkinél meg kell nézni azt, hogy kitől, hogyan és mit kell tanulni. A Premium Vlogban fogok erről bővenben beszélni, és egy kicsit témát váltanék, de még pontosan nem döntöttem el, hogy miről. Tartok egy kis szünetet, és kitalálom. Eszembe is jutott, hogy miről kéne beszélni. Most a hétvégén szannálást tartottunk. Én a saját életemben már ezzel nagyjából készen vagyok, nem sok fölösleges cuccom maradt. Ami maradt technikai fölösleges cucc, azokat mind árulom. De most másnál tartottunk ilyet, és már magamnál is észrevettem, meg másnál is, és most is észreveszem, hogy atya ég, mennyi dolgot összeszedünk az életünkben, mennyi szemetet felhalmozunk. És persze bármelyik tárgyat, ha megnézzük, akkor annak megvan a maga múltja, és megvan a maga helye ott régen valamikor, és nem mondhatnánk szemétnek, mert ez egy kedvenc tárgy lehetett, stb. De egyszer csak le lehet rakva, és félünk kidobni, és azzal, hogy félünk kidobni, ettől lesz szemét az egész. Ezt valahogy a tanuláshoz vissza akarom fordítani, hogy megértsük, hogy az, ami érték, az érték, és azt ott kell kezelni olyan módon, ahol helye van. Tehát például, ha egy tárgyat veszünk, és azt mi nem használjuk, az lehet egy drága tárgy, akkor is az egy szemét lesz, mert nem hasznos. Valahogy úgy kéne az emberiségnek gondolkoznia, hogy csak hasznos dolgokat hoz létre. És ha visszatérek itt a Facebookra, meg a YouTube-ra, amiről igyekszem egyre inkább lepattanni, hogy nem akarok részese lenni ennek a folyamatnak, de jelenleg a YouTube az, amelyik a legszimpatikusabb, és még valamelyest jó szócső ahhoz, hogy mit szeretnék mondani másoknak. Ettől függetlenül nem szeretem ezeket a rendszereket, mert nagyon a nem emberi oldalunkat erősíti meg, hanem valami nagyon lusta, nagyon robotszerű, rossz oldal erősödik meg. Az, hogy most böngésztem a Facebookot és a YouTube-ot, erről már egész jól leszoktam, legalább a tizedjére csökkent annak az időnek a száma, amennyit eltöltök ezeken a helyeken, és nagyon konkrétan valamit keresve megyek föl, és igyekszem lepattanni minél gyorsabban. De szeretnék, mint információ átadó is egy másik platformra kerülni, egy olyan platformra, ahol azok jönnek oda, akiket ez érdekel, és természetesen erre most jó a YouTube, vagy a Facebook, vagy bármelyik social media, hogy az emberek figyelmét felkeltsünk, hogy van egy hely, ahol ezek vannak. Ugye, és rengeteg szemetet gyártunk, tehát nem csak a műanyagból csinálunk szemetet, hanem meg nem csak az élelmiszer dobjuk ki, és rengeteg a szemetünk, hanem rengeteg az intellektuális szemét is. Annyi mindenről beszélünk, és osztjuk meg, és rakjuk fel az internetre, hogy egyszerűen nem lehet kilátni már mögüle, és nem látod a lényeget, nem látod meg azt, hogy te igazából mit szeretnél. Egyszerűen elveszel te, mint saját érték, a sok-sok ilyen álinformáció mögött, amelyeket gyártanak az emberek, például, hogy milyen egy embernek a jó élete, hogy néz ki, hogy csak az élvezheti az életet, és csak annak van jó élete, akinek ilyen kocsia van, és olyan háza van, és ez abszolút nem igaz. Tehát egyszerűen az emberi viszonyok határozzák meg azt, hogy az embernek jó élete van, vagy nincsen. Nem az, hogy ez gazdagon vagy szegényen csinálja. Éppen ezért az értéket nem ebben kell keresni, és jelenleg a social media azt erősíti meg minden területen, hogy neked harcolnod kell a jólétért, mert téged megillet a jólét, mert neked jól kell élned, és ez egyenlő azzal, hogy sok pénzed van, és természetesen addig, amíg ezért harcolsz, pont nem tudsz pénzt keresni, hogy sok pénzed legyen. Tehát az egész nemhogy ellentmondásos, hanem egy nagyon rossz ördögi körbe visz be minket. Tehát ez egy csapda.
Tehát szanálni kell, és már most abba is hagyhatod ennek a videónak a nézését, ha ezt már szemétnek ítéled meg, nem sértődök meg, de letépem a fejedet, hogyha egy dislike-ot nyomsz, mert azt borzalmasan utálom. Tehát a YouTube-ban a legrosszabb rész a dislike. Ebből a szempontból a Facebook jobb, mert ha tetszik valami, lájkold, ha nem tetszik, ne nézd. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát ne dislike-oljál, maximum nem nézed ezt a videót, vagy a többit sem. Ha nem érted, nézd meg többször, ha abszolút nem érted, akkor meg nézzél más teljesen. Tehát ezzel teljesen rendben vagyunk, én is így csinálom. Ha valami nem tetszik, elkapcsolok, de ha valami nem tetszik, általában tanulok belőle még így is. Van például egy nagyon érdekes vlogger, nem tudom a nevét, mert csak kattintok a nevére, mert mindig kidobja, és azért kezdtem el nézni, mert nagyon rossz videókat kezdett el csinálni. Technikai vlogokat csinál, és általában olyan technikai eszközökre, amelyek már nem érdekelnek engem, de mégis figyeltem azt, hogy nap mint nap mást és mást csinál, és eltelt most már legalább egy fél év, amióta követem őt, és egyre jobban megszerettem, és nem azért, mert megszoktam, hanem fejlődik. Fejlődik, és egyre élvezetesebb vlogokat csinál. Én nem azt mondom, hogy ő a legjobb vlogger, alig van követője, ha úgy nézzük, főleg nemzetközi szinten, de meg többen nézik a videóit, mint az enyémet, tehát ne értsetek félre, hanem ő azon a szinten, ő kevés a többiekhez képest, viszont nagyon klasszul megy fölfelé, és emiatt például rengeteget tanulok belőle, de nem tudom megmondani pontosan mit, hanem például akár csak annyit, hogy ahogy csinálja, és ahogy ő is észreveszi az apróságokat, amit változtatni kell, és lépésről lépésre halad, és így válik egyre jobbá, ez nekem nagyon szimpatikus, én pont ugyanezt csinálom, és megerősít engem abban, hogy csinálni kell a dolgokat, mint ahogy az egyik vlogban is mondtam, hogy csak csinálni kell, és előbb-utóbb az jó lesz, de mindig oda kell figyelni az apróságokra, hogy mindig egy kicsit jobban csináld, és akkor lesz jobb. Szóval így lesz majd a szemétből, majd nem szemét, érték, hogy egyszerűen felküzdi magát arra a szintre, hogy értékké váljon. Egyébként majd, ha majd visszanézzük az első videóit, akkor egyáltalán nem azt fogjuk gondolni, hogy már az is rossz volt, hanem abból már látszik a csírája annak, ami vélet, de akkor, amikor még nem alakult ki ő a jövőben, akkor ez még nem látszódott, és ezért nem feltétlen tetszett az embereknek. Egyébként majd akkor fogják követni, amikor már rákattannak egy csomóan, és akkor így át fog valami bukkanni, és átpördül az egész, és akkor fogják követni őt. Na, a lényeg az, hogy iszonyú sok a szemét, és próbálkozhatunk rendrakással, próbálkozhatunk egy csomó mindennel, de az az igazság, hogy a szemét gyártásával kell leállni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem jelenti azt, hogy abba kell hagyjad azt, amit csinálsz, hanem az, hogy tanulnod kell, fejlődnöd kell, haladnod kell, jobbat kell csinálni, és akkor nem lesz belőle szemét. Vannak emberek, akik sokat beszélnek, vannak, akik keveset, van ilyen tanár, olyan tanár, és mindenkitől lehet tanulni. Ahhoz, hogy gazdag legyél, ahhoz, hogy boldog legyél, ahhoz olyan tanárt válasszál, amelyik megadja neked azt a lehetőséget, amelyekkel kis lépésekkel előrébb tudsz menni, és mindig tapasztalod azt, hogy egyre előrébb vagy. A jövőben nem tudom még, hogy lesznek a vlogok, az biztos, hogy nem akarom így folytatni, ahogy eddig, ezt a 100 vlogot. 100 vlogban érintettem sok témát, egymásra épültek a témák valamilyen szempontból. Elkezded az elsőnél, és elérünk idáig, azzal kezdtük, hogy indulj el, és most a 100-nál ott tartok, hogy folytasd, de másképp. Tehát biztos, hogy másképp fogom csinálni, megvannak az ötleteim, megszerettem ezt az egészet, és valahogy magamnak fogom csinálni, mert magamnak megszerettem. Ki fogom rakni, de a videótára fogom kirakni a vlogokat, és itt a YouTube-on, Facebookon egy-egy dolgot majd publikálni fogok. Aki akarja követni azt, hogy mi történik velem, vagy milyen gondolataim vannak, miről mit gondolok, és mire, milyen megoldásokat tudok javasolni, amit otthon is
meg tudsz tanulni, ki tudsz próbálni, és azt az információimat követve eredményt tudsz elérni, ezt a videótáron fogod megkapni, ez szinte biztos. A YouTube-on is kirakok érdekes dolgokat, ami történik velünk, és vannak tervek, hogy ki mindenkivel szeretnék, és milyen témában együttműködni. Ezt nem fogom erőszakolni, hanem egyszerűen, ha összejönnek ezek a dolgok, akkor megcsinálom, ha nem, akkor nem. Rengeteg felvétel van, és rengeteg kérdés-válasz van a videótáron, a start konzultációval kapcsolatban. Ott van például majdnem 200 publikálatlan kérdés-válasz, amelyeket folyamatosan rakunk ki a videótára. Azt egyáltalán nem rakjuk ki a YouTube-ra. Tehát az, aki csak a YouTube-on követ engem, az nagyon sok információtól elesik. Azért is egy kicsit lelassulok itt ezen, mert szerintem a hetente adni valamit, ez már túl sok, és az emberek csak hallgatják a videókat, és nem cselekszenek. Aki viszont cselekszik is a videók alapján, annak gratulálok, és az jár a jó úton, tehát az, amit tanulsz, azt mindig ki kell próbálni. Én Boris Zolotovtól bármit tanultam, bármit kaptam, azonnal éles helyzetbe állítottam ezt az egészet, és azonnal tovább mentem, és kipróbáltam azt, hogy én ebben milyen eredményeket tudok elérni. Aztán visszanéztem videóról, vagy megnéztem a visszajelzéseket, és finomítottam a dolgokat, vagy teljes mértékben változtattam, vagy ő szólt, hogy változtatni kell, mindegy, az a lényeg, hogy mindig kell legyen valamilyen kontroll, ami alapján át tudod gondolni a dolgokat. A kontrollt ne úgy értsd, hogy kontrollálod magad, mint egyfajta korlátot, hanem úgy, hogy van egy külső szem, ami nem a te szubjektivitásoddal nézi azt, hogy mi történik, hanem objektíven megnézi, hogy van-e eredmény, vagy nincs. Éppen ma volt egy úriember, aki rám írt, hogy mit akarok én itt, nem vagyok milliárdos, igen, nem vagyok milliárdos, nem is mondtam azt, hogy én milliárdos vagyok, én azt mondtam, hogy át tudok adni olyan tudást az embereknek, akik az életüket jobbá tudják tenni, és akiben van olyan potenciál, az akár milliárdos is lehet, akiben nincs, mert ő más irányba kell menjen, ő ne az irányba menjen, hanem egy teljesen más dolgot tanuljon. Bármelyik irányba tudok megoldásokat adni, ugye legtöbbet ebben a vlog sorozatban a párkapcsolat, a magánélet, a karrier és a gazdagság, a pénz irányába vittük, és az egészség irányába is a témát. Ha még nem jut eszembe valami más, akkor ezzel ez a videó véget is ért, véget ért a 100. vlog. Igazából ez egy célom volt, hogy 1-től 100-ig elmenjek, és aztán nincsen terv. Ez jelenleg úgy van, hogy rengeteg terv van, amit nem tudok, hogy folytatok. Úgyhogy nem tudom, hogy 101. vlog lesz, vagy valamilyen sorozatnak az első vlogja lesz a következő, amit publikálunk. Az biztos, hogy nyáron elkezdek több programot, és ilyen lesz például a Vision Coaching, ami személyes tréning, nagyon élvezetes és élményeken keresztüli oktatási formát alakítunk ki, ahhoz, hogy pontosan meglásd magadat, hogy te ki vagy, merre mehetsz, milyen eredményeket érhetsz el, és ha már megláttuk ezeket a lehetőségeket, akkor azt is meg fogjuk látni, hogy mik azok, amelyek miatt ezt nem tudod megkapni, és egy nagyon instant, gyors, tömör formában azonnal tudunk ezen változtatni, tehát nagyon gyorsan megkapod az életedben azt az eredményt, amivel tovább tudsz menni, tehát ezek lesznek a vision coachingok, és tervezünk expedícióktól kezdve mindenfélét. Az, hogy mire lesz időm és mit tudok megcsinálni, az biztos, hogy a vision coachingot igen. Mesterkurzus 3-at már tervezgetjük, hogy jövőre lesz vagy sem. Egyelőre még nem vagyok benne biztos, hogy megcsinálom. Én nagyon szeretem, meg szeretném csinálni. Nem biztos, hogy van rá időm és lehetőségem, hogy ebbe belefogjak. A DRC-t, a Dreamreality Cinemát szintén lehet látogatni itt az Andrássy úton. Az, hogy meddig fogjuk és hova fogjuk fejleszteni, erre is rengeteg terv van, még nem tudom, hogy... Tehát itt tartunk a 100. vlognál, a nem tudomnál, tehát az biztos, hogy a 101. megmozdulásom az valami új irányba letesz valamilyen mérföldkövet magam számára, és akinek van kedve, az jöjjön velem. Tehát nem azt mondom, hogy találkozunk a következő videóval,
hanem tartsatok velem a következő videóval a jövő felé.